Kevesebb, mint egy hónap, és fiatal filmesek, külföldi és hazai alkotók, szakemberek töltik meg a Tisza mozit. Az Alexander Trauner Art Film Festival ez alkalommal egy közel egyhetes ünnep, hiszen a rendezvény idén 30 éves. A jubileumi fesztiválra 180 nevezés érkezett. Idén a tudományos filmeké a főszerep, tudományos felfedezések, kutatások, természetfilmek és egy nagyon szép diákfilmes összeállítást hozunk itthonról és külföldről egyaránt. Idén is szerepelnek majd látványos nagyjátékfilmek a fesztivál versenyprogramjában. Ott is igen színes a felhozatal, tanári drámák, háborús thrillerek, kosztümös filmek, külföldi magyar alkotások, közönségtalálkozókkal és meghívott látványtervezőkkel. Nagy nevekből 2023-ban sem lesz hiány. A fiatalok a legjobbaktól tanulhatnak a kurzusokon. Idei zsűri tagjaink között szerepel Gózon Francisco operatőr, ő többek között a Foglyok, Anyám és más futóbolondok, az Eszter hagyatékának volt az operatőre, ő fog mesterkurzust tartani. Tóth Barnabás, neve már ismert szerintem Szolnokon, hiszen gyakran látogatott már el a Tisza moziba. Ő Oscar-díjra jelölt rendező, a rövid filmje a Susotás, Akik maradtak, a Rózsaszín sajttal futott be annak idején, és most pedig a Mester játszma című filmje lesz az új film a mozikban. Valamint a sztárvendégünk Joseph Hodge látványtervező lesz, ő pedig olyan filmek látványát tervezte, mint a 24, a Terra Nova, a Remény rabjai, vagy a Dracula és a Hook. Ő fog mesélni a látványtervezés szépségeiről és kulisszatitkairól. A filmfesztivál programját könyvbemutatók és koncertek színesítik. Emellett ebben az esztendőben a fiatalok média tudatosságának fejlesztése is középpontba kerül. Október 19-én a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Művészet Tudatossága a Tudatosság Művészete címmel tart konferenciát. A filmfesztivál az eddigi esztendőkhöz hasonlóan idén is meghirdette Szignál film pályázatát. 2023-ban 8 alkotás érkezett a felhívásra. A legjobb 3 pályamunkát a zsűri a fesztivál megnyitóján, október 17-én díjazza.